Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Köszöntöm kedves nézőinket, ez a kataságos Lillás reggeli, vagy a Lillás reggeli a Katával. Isten hozott, Kata. Köszönöm szépen, édes Lilla. Egy évvel ezelőtt kezdtük el a hagyományt így ünnepek előtt Katával, hogy közös műsort fogunk csinálni az ünnepekre, és úgy gondoltuk, hogy azt a remek hagyományt, amit mi legalábbis remeknek tartunk, és a nézők is szerették, a visszajelzések alapján ebben az évben, illetve az év végén folytatjuk. Hát eltelt egy esztendő azóta. Megint eltelt. Elmúltam annyi, ahogy a dalban is megfogalmaztuk. Lilla, én hiszek abban, hogy minden energia visszahat a kibocsátójára, és igazából úgy jó zárni egy évet, és úgy kezdeni az új évet, hogy adunk a másiknak, másoknak valamit. Én hoztam neked egy kis aranyosságot. Ugyan ő még télapóban van. De sem. De szeretettel brummog neked. Köszönöm az új szépen. Évben is. Jaj, és milyen finom. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy Katia tudja, hogy ezeket imádom, és most azt néztem meg, hogy zenéle vagy nem, meg képzeld, van 3 vagy 4 olyan ilyen kutyánk, macink, ami játsza a különböző karácsonyi dalokat, és az unokám azt szokta csinálni, hogy leteszi egymás mellé őket, és megy és sorra mindegyiknek megnyomja a kezét, és akkor valamelyik karácsonyi dalt eljátsza, de van, amikor egyszerre beindítja az egészet, és aztán akkor őrült hangzavar van belőle, de ő nem zenél, de gyönyörű, finom, és köszönöm szépen. És még egy valamit hoztam, ami szintén az új évre utal, ugyanis lesz egy közös fellépésünk. Igen, méghozzá az S. Nagy István 90. jubileumi koncertje, azért vannak a Jó barátok címmel, és ebben a műsorban én is énekelni fogok végre egy S. Nagy slágert. Kata nagyon jól kiválasztotta nekem. Azt fogom énekelni, el mehet mondani, mit éneklek? Nem tudom, inkább legyen meglepetés. Inkább legyen meglepetés. De viszont... A dal nagyon jó. Viszont a Jó barátok az teljesen legális, tehát arról beszélhetünk, mert azt mindenki fogja énekelni. És erről készült egy kis előzetes is, amit szeretettel elhoztunk a kedves nézőknek. Ujjait közt a kor, úgy számít szürke bor, és a perc hogyan koncert S. Nagy István születésének 90. évfordulója alkalmából. A legendás dalszerző előtt tisztelgünk 2024. február 25-én vasárnap délután 3 órakor a Stefánia palotában. Reméljük, hogy mindenki, akinek tetszett a beharangozónk, az szívesen eljön majd a koncertre, hiszen Katával és a többi művésztársakkal lelkesen készülünk és szeretettel várunk mindenkit. Hát végre azért vannak a Jó barátok. Így van. Katám. Ilyenkor évvégén mindenki húz egy lajstromot, végig gondolja az évet, stb. Milyen volt, milyen nem. Neked, hogyha az évet egészében nézed, akkor mi jut elsősorban eszedbe? Hát nagyon sok jó és nagyon sok rossz dolog történt. Ha így listát készítünk, akkor nagyon-nagyon jó volt a Köszönet a boldog évekért S. Nagy koncert. Nagyon-nagyon jó volt a névnapi jótékonysági koncert, nagy boldogság volt, hogy életműdíjat kaptam, nagy boldogság volt, hogy aranylemezett az életvirág, és nagy boldogság volt az a csoda, amit megélhettem a Szent Ferenc Zarándok úton.
Erről a zarándokútról már a karácsonyi adásban említést tettünk, úgyhogy majd mindjárt mesélni fogsz róla, de én is elmondom, hogy rettentően irigyellek téged, mert sikert sikerre halmozott a Kata ebben az évben, és tényleg olyan dolgokat tudott megvalósítani, ami a szíve vágya volt, és ami az alkotói, és a nem csak előadó művészi alkotói, hanem az írói alkotói, zeneszerzői, szövegírói alkotói vénáját is meg tudta mutatni, ami egy fantasztikus dolog. Én ilyen sikerekről nem tudok beszélni ebben az évben, bár voltak nagyon nagy rendezvényeink, de megint csak és az elmúlt 10 évben mindig azt az egy dolgot ki tudom mérleként megvolni, hogy eltelt egy év, nem készült egyetlen klippem sem, nem tudtam magammal foglalkozni, mindig másoknak az életét és másokkal a dolgait kellett rendezgetni, de én ezt is sikernek könyvelem el, mert az a háttérmunka, amit az ember egy televízió életébe vagy cégek vezetése életébe tesz, az egy nagyon felelősségteljes feladat, és úgy látszik, hogy nekem ez a munka jutott, hogy a háttérbe vonulva irányítsam a dolgoknak a forgását. Lilla, nagyon sok embernek segít ez a hatos csatorna élni, mert csupa olyan műsorunk van, amelyik reményt ad, erőt ad, hitet ad, szeretetet sugároz, és például ez az aranylemezes életvirág klippem sem jöhetett volna létre a ti segítségetek nélkül, ahogy az Új sorsot teremtek klip sem. Úgyhogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy amikor átlépünk majd egy másik dimenzióba, és a Jóisten megkérdezi, hogy na édes fiam, mesélj az életedről, vagy hát persze ő mindent tud, egyetlen fontos kérdés fog fölmerülni. Hány embernek segítettél élni? Nem azt fogja kérdezni, hogy hány autód volt, hány nerzbuntát, hány embernek segítettél. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb nekünk embereknek, hogy segítsük a többieket, segítsük a rászorulókat, akár lelkileg, akár anyagilag, mire van lehetőség. És ezúton is én nagyon köszönöm, hogy te segítesz nekem, segítesz nekünk, és én ezt az Új sorsot teremtek klippet, amit nagyon megszerettek a kedves nézők. Én szeretném, hogyha lejátszanánk, mert ebben a hatos csatorna teljes tábjának a segítsége is benne van, és a zarándokút beli lépéseim is. Fogadják szeretettel, Új sorsot teremtek. Új sorsot teremtek, a régit elhagyom. Új sorsot teremtek, a régi fáj nagyon. Magányos szitakötő, társat lelve útra kél. Magányos szitakötő, új sorsot remél. Szabadon, mint a szél, felrepülni könnyű szívvel. Szabadon, mint a szél, szembeszállni száz veszéllyel. Szabadon, mint a szél, napsütéssel, csillagfénnyel. Szabadon, mint a szél, egyé válni a mindenséggel. Szabadon, szabadon. Megköszönve a megtanultat, új sorsot teremtek. Búcsút intve az elavult nap, a rossz szó is jó fele visz. A holnap tudja, hogy miért, a tévút is utat mutat, semmi nincs semmiért. Szabadon, mint a szél, felrepülni könnyű szívvel. Szabadon, mint a szél, szembeszállni száz veszélyen. Szabadon,
legyen ez egy motto a kedves nézőknek, hogy új sorsot teremtek, hiszen nagyon sok elhatározás van bennünk, de sok mindent félnek meglépni az emberek. Én is sokat utaztam ebben az évben, többet, mint amennyit az elmúlt időszakban, hiszen egy 5 napot a férjemmel is tudtam utazni, Szlovéniába is csodálatos tárgyakon jártunk, a testvéremmel el tudtam menni Olaszországba, Dél-Olaszországba, és Korzikára átvitorláztunk, úgyhogy fantasztikus élményekben volt. Ahol Napóleon született. Igen. Tehát Olaszországból Franciaországba átvitorláztunk, ami egy hihetetlen élmény volt, és végre ő is egy picit a vitorlázásnak a varázsát megtudta. Én a tenger idén nem tudtam elmenni versenyezni, vitorlázni, de síelni eljutottam, és már azt gondolom, hogy ezzel így egy kerek volt utazás szempontjából az év. És ide én is hagyd tegyek egy dalt, az élet egy nagy utazás, ami kicsit a karácsonyhoz is kötődik, meg anyukámhoz, aki még fiatal lánykorában szerzett egy keringőt, jól zongorázott, és azt mondja, nagyon szerettük, és persze, amikor karácsonykor összeült az ember, akkor az anyu mindig elzongorázta ezt a dallamot, és aztán azt hiszem, hogy talán a 80. születésnapjára Zoli meghangszerelte. És gyönyörű lett. És tehát egy zongora darabot szimfonikus zenekarral meghangszerelt, és egy nagyon-nagyon szép keringő lett belőle. És Évi hallgatta, Kellős Évi ezt a keringőt, és ihletet kapott, és írt rá egy szöveget. Nem tudtam volna elképzelni, egyébként meg kell mondjam, hogy nem kellett, tehát bennem mindig az volt, hogyha íródik rá egy szöveg, akkor az egészet át kell hangszerelni, és át kell ritmizálni, mert ugye olyan váltások vannak benne, hogy nagyon-nagyon nehéz rá szöveget írni. Hát meg tudta ugrani, Éva. Igen, úgyhogy az élet egy nagy utazás, ez a címe, fogadják szeretettel. Át. Az
landolló jó meleg, a fenyő körül bordog gyermekek. Mindenki nevetve énekel, szent karácsonynak angyala száll. Nézzük, hogy milyen szép is a világ, mennyi minden vár itt rád. Tavaszodban fiatal vagy, a teledben örömöd nagy, életed nagy utazás. Nézd körül, hát milyen szép is a világ, mennyi minden vár itt rád. Tavaszodban fiatal vagy, a teledben örömöd nagy, életed nagy utazás. Tavaszodban fiatal vagy, a teledben örömöd nagy, az élet egy nagy utazás. Az élet egy nagy utazás, hallották a kedves nézők. Én sok kis utazást tettem ebben az évben, viszont Kata élete nagy utazását valósította meg a Zarándokúttal. Na, hát akkor szeretném, hogyha erről mesélnél. Hát ez fantasztikus volt. Már több zarándokúton vettem részt egyébként, de nem ilyenen. Tehát elmentem az Exodus útján például, végigjártam Betlehemet, Jeruzsálemet, elmentem a Yucatán félszigetre, felmentem a Jóistenhez, a Sinai hegyre, égő csipkebokor, ugyan nem volt, nem égett a csipkebokor, de ott láttam. De ez a Szent Ferenc zarándokút, ez, mikor először beszélt erről Ruszmirán kollégám, akkor ez engem megérintett. Firenzétől mentünk Assisibe, ez egy 200 kilométeres gyalogtúra, és a különböző szent helyeket érintve, ahol Szent Ferenc járt, és ilyenem még nem voltam, hogy hátizsákkal, bakancsba, és hát ki tudja, mi mindennel találkozom a kietlen erdőkön, mezőkön, hegyeken. Mert itt aztán minden volt, 40 fokban megmászni a sziklákat, amik hát ilyen meredek volt 600 méter emelkedővel, aztán ugyanaz lefele, esőben, szélben, hidegben, váratlanul, de a nagy csoda, amit megéltem, ugye nekem mindig is erős volt a hitem, ez a kérés megadatik, és az angyalokkal együtt járni az úton, tehát ez nekem életfilozófiám, de ott az első 100 kilométer után hát egy kicsit összeomlottam, mert mind a két csuklóm, tehát ahogy mentem a botokkal, és mind a két lábfejem felmondta a szolgálatot. Ugye hát én 50 évet végig táncoltam már, és nagyon sokszor volt inszalagszakadásom, bokaficamom, tehát ezek megviselt lábak, és egyszer csak azt mondták, hogy köszönik, ezt ők nem kérik, tehát 100 kilométer után én gyakorlatilag nem tudtam lábra állni, de a kezemet se tudtam mozgatni. És ekkor voltunk Gubbióban, és a többiek elmentek túrázni, hatan voltunk amúgy, én pedig azt mondtam, hogy hát én nem tudom folytatni az utat. És Gubbióban is van egy Szent Ferenc templom, ő ott találkozott a farkassal. A legenda szerint ez egy vérengző farkas volt, amelyik úgy az embereket, mint az állatokat megtámadta, és Szent Ferenc meglátogatta ezt a farkast, és beszélt hozzá, hogy farkas testvér, ne bánsd az embereket, és a kereszt jelét mutatta. És a farkas csodák csodája kezes bárányjá változott, és onnantól kezdve nem bántott senki. És ez Gubbióba történt, ott emeltek szobrot és templomot így Szent Ferencnek. És akkor én elsántikáltam ebbe a templomba, és ott elsírtam a bánatomat.
Francescónak, ugye kint így hívják. Ő az olaszok védőszentje, te nagyon szereted Olaszországot, úgyhogy pontosan tudod. És mondtam, hogy hát ha csak ezt a 100 kilométert tettem meg a te utadon, akkor köszönöm. Ha nem, ha folytathatom, akkor légy szíves, tegyél csodát, hogy én holnap tovább tudjak menni. És akkor én ezt ott elmondtam, elsírtam a bánatom, visszasántikáltam a szállásra, és másnap, mintha elfújták volna. Semmi fájdalmat nem éreztem, se a kezembe, se a lábamba, lement a duzzanat, elbújtak azok a rettenetek, amik ott voltak, nem részletezem. Lényeg az, hogy onnantól kezdve a zerge úgy mentem a sziklákon, és végig tudtam csinálni az utolsó, a második 100 kilométert is, megérkezve Assisibe, ugye az egy eufória volt, hogy sikerült, és amiért én ezt elmondtam, hogy megerősítsem mindenkibe a hit csodáját, hogy ez a kéri és megadatik igenis működik. És én hiszem, hogy mivel a legtöbb betegségünk, legtöbb bajunk a lelkünkből fakad, hogy fáj az élet, fájnak a bántások, fáj a külvilág különböző támadása, ha a lelkünket meggyógyítjuk, és olyan szeretettel telítődünk, amilyen szeretet Szent Ferenc lelkében is volt, aki ugye a krisztusi szeretetet tanította, a feltétel nélküli szeretetet, akkor meg tudjuk gyógyítani Isten segítségével önmagunkat. Tehát én ezt megerősítve megkaptam ott ezt a tanúságot, és szeretettel adom tovább mindenkinek, remélve, hogy ha az elmúlt évben nem, a jövő évben új sorsot teremtve mindenki egészségesebb és jobb lelkiállapotban élheti a mindennapjait. Hát kívánom, hogy mindenkinek adasson meg ilyen csoda az életébe, és remélem, hogy egyszer nekem is lesz annyi időm, hogy 3 hetet távol tudok maradni, és végigjárok egy zarándokutat. Még egy kérdés. Te társasággal mentél, és nagyon sokan azt mondják, hogy a zarándok útra érdemesebb egyedül menni, mert akkor tud az ember magába fordulni, és igazán az Úrral és saját magával együtt lenni. Mit gondolsz erről? Tökéletesen így van. Az utolsó Via Francesco úton egyedül kellett, hogy menjek. Ez volt a nagy bátorság próba. Zarándok társaim azt mondták, hogy annyit fejlődtem, hogy képes vagyok. És igazából ezt a Camino érzetet, tehát kettesben önmagammal, kettesben a mindenhatóval, kettesben a mindenséggel, ezt csak egyedül tapasztalhatja meg az ember, és valóban így volt. Tehát az utolsó 13 kilométert, amikor beérkeztem Assisibe, azt teljesen egyedül, de olyan magányosan tettem meg, hogy emberrel is alig találkoztam, talán egyel vagy kettővel, esőbe, szélbe, és énekeltem az úton, hogy szabadon, mint a szél, felrepülni könnyű szívvel, és egyé válva mindenséggel, és ott éreztem meg azt, hogy mindent képes az ember elengedni, minden fájdalmat, mindent, ami lehúzza, és csak hát nem tudok más mondani, a mindenható Istennek a szeretetét átélve semmi fájdalmat nem érzünk, se lelkileg, se fizikailag, csak szabadon, mint a szél repülünk. Úgyhogy ez a mindenható szeretete, valóban mindenható szeretet, ezt valóban magányosan egyedül lehet csak igazán megtapasztalni. Akkor hagyj jöjjön most ide egy szám, ami Vörös Istvánnak a prognózis idejéből, illetve az utána levő időszakából, amikor már magányosan zenélt, megírta a Magányos utazó című számát, amit én nagyon-nagyon szeretek, fogadják szeretettel ezt a dalt. Most, hogy magadra hagytak, már nem lehet vissza út. Még bántja a lelked,
látom, árnyat veti a múlt. Most is gyötő a kétség, gyűlölj vagy megbocsáss. Van úgy, hogy ellened fordul egy igaznak hitt barát. Csak egy utazó, magányos utazó, kabátot tépi a szél. Talán majd máshol több szerencse él. Felejtsd el mindazt, mi történt, mi lehet, hogy igaz se volt. Jegyed az ígéret földjén, csak rövid időre szólt. Csak egy utazó, magányos utazó, kabátot tépi a szél. Talán majd máshol több szerencse ér. Nyitva az ajtó, szabad a tér. Indulj, hogy hazaérj. Találsz-e társat, lesz-e ki megért. Merre indulj, merre indulj, hogy hazaérj. Zord utakon gázolsz, nem lehet tiéd-e föld. Nem ez a hely, hova vágytál. Nem ez a te időd. Csak egy utazó, magányos utazó, kabátot tépi a szél. Talán majd máshol több szerencse ér. Csak egy utazó, magányos utazó, magad vagy akár csak én. Talán majd máskor több szerencse ér. Csak egy utazó, magányos utazó, magad vagy akár csak én. Talán majd máskor több szerencse ér. Az előbb a fejtegetésébe a Kati mondta, hogy sok kilométer és sok, igen, maradjunk így, sok kilométer van a lábában, és sok év van mögötte a pályán, 50, a többiről nem beszélünk, bár kerek évfordulót ünnepeltünk, de teli vagy energiával. Zavar-e a korod? Nem, egyáltalán nem. Ugyanis az életkor csak egy szám. Valóban mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Ezért persze tenni kell. Tehát az ember se lelkileg ne hagyja el magát, sem pedig fizikailag. Én bizony reggel este tornázom egy keveset. Iriglésre méltó hölgy. De muszáj, muszáj. Gyalogolok, amennyit csak lehet, és minden gondolatomat, negatív gondolatomat megpróbálom pozitívra transformálni, abban ugye nagyon sokat segítenek a meditációk, és az az életöröm, amit én szeretnék továbbadni az embereknek, hogy igenis mindennek ellenére az élet szép, az élet gyönyörű, és becsüljünk meg minden egyes pillanatot, nem véletlen, hogy a napsütéses kataságok, a csoda az élettel kezdődik, és az lett a mottója, mert igenis az, hogy levegőt tudunk venni, az, hogy egymásra mosolygunk, az, hogy szeretet van köztünk itt a csatornánál, ezekkel a tüneményes, drága tüneményes munkatársakkal, hogy a közönséghez eljutunk, és szeretetet tudunk adni, és visszajelzést kapunk. Ezek mind-mind csodák, az élet egy csoda, és ne törődjünk azzal, hogy elmúltunk annyi,
és akkor mi van? Éljünk és örüljünk, aminek lehet örüljünk. Akkor is, hogyha elmúlt már annyi. Igen. És ilyen vagyok, azért se törődöm azzal én, hogy milyen évszám az enyém. Nincs kedvem dühöngeni, a régmúlton merengeni, kíváncsi vagyok a folytatásra, nincs időm másra, csak boldogság. Elmúltam, annyi, de kit érdekel, túllépek, rajta is feledjük el. Elmúltam, annyi, és akkor mi van, vár rám a holnap, és várnak rám annyian. Az életkor, tudjuk csak egy szám, vár néha, eltátom tőle a szám. Hogy jól érzem magam, és akkor minden, és akkor minden, és akkor minden rendben van. Tört fájó szívem, de összeraktam és összefort, erősebb lett, mint régen volt. Túléltem, amit nem lehetett, jót sírtam és most jót nevetek. Kíváncsi vagyok a folytatásra, nincs időm másra, csak boldogság. Elmúltam, annyi, de kit érdekel, túllépek, rajta is feledjük el. Az a fő, hogy jól érzem magam, és akkor minden, és akkor minden, és akkor minden rendben van, rendben van. Érdekel, túllépek, rajta is feledjük el. Elmúltam, annyi, de nem nagy dolog. Számolják mások, számolják mások, számolják mások, hogy hány éves vagyok. Mindenről szó esett a műsorban, arról nem, hogy a következő évre milyen terveket szövünk. Én azt mondom, hogy ne szüljünk terveket, mindig csak holnapra. Nem, hát ez így nem jó. Szőjünk terveket? Szőjünk terveket, például február 25-én az S nagy 90 így van, szerzőjes. Így van. És igenis, legyenek terveink, mert akkor van miért fölkelni másnap. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek. És Lilla, ha már itt vagyunk, akkor egy kívánságomat is teljesíts, léci, léci. Én nekem nagy kedvencem, ahogy énekeled a Gyere te Némán című dalt. Na jó. És szeretném, ha most az menne. Lehet? Lehet. Hát egy akkor, Lilla, Gyere te Némán, négy az enyém. Hát ez az.
Erre nem vagyok én úrnő, csak egy szegény lány, de kimenőm van minden vasárnap délután. A nagyságám hadiszidi, ki is lenne más, és a gazdám uzsókibor hadiuzsorás. Az így üttem el magához, igen tisztelt úr, mert azt hallom, hogy magánál sok cselédnél tanul. Ott hagyom a cselédpályát, üsse meg a kő, lehet majd ám belőlem is pesti színésznő. S képzelje most tisztelt úr, hogy itt a publikum, s a karcsi, meg a zenekar rákezdik, hogy csinadratabum, gyere te! Mond, légy az enyém, te vagy a legkusztább legény. A te kurázsit, a testelázsit, szebb, mint a legszebb költemény. Gyere te Némand, gyere pofám, maradj a nőcs két oldalán. Nincsen a földön több ilyen. Gyere te Némand, az légy az enyém. Végre itt a szerződésem, most már mehetek. Nagyságák és cselédszobák, Isten veletek. Ezentúl nincs takarítás, csak virágözöm. Ha a korzón végig menek, mindenki köszön. Isten képbe boldog vagyok, majd szétrepedek, hisz talán ma már estére már fel is léphetek. Jaj, kosár Emmanuel, fedák sárika, itt van az új kollégátok, a Power Lilluska. S képzelje most, tisztelt úr, hogy jön a partnerem, s próbáljon csak egy kicsinség nótázni velem. Gyere te, Némand, légy az enyém, te vagy a legkusztább legény. A te kurázsid, a testelázsid, szebb, mint a legszebb költemény. Gyere te Némand, gyere pofám, maradj a nőcskét oldalán. Nincsen a földön többi egyém, gyere te Némand, azt légy az enyém. Na, látom! Gyere pofám, maradj a nőcs két oldalán. Nincsen a földön többi egyén. Gyere te Némand, azt légy az enyém. És akkor itt a vége, fuss el vén. A vége, fuss el, nincs más hátra, mint igen, előre. És a lehető legboldogabb új évet kívánni mindenkinek. És tudod mit? Fújjuk el ezzel a trombitával az összes rosszat, és jöjjön a jó. Muszáj, mert kapta hozott egy ilyet. Igen. Ezzel kívánunk önöknek nagyon boldog új évet, sikert, egészséget, kitartást, békét a földnek. Sok-sok szeretetet. Egyetlen egyet, hogy mindenben egy picit találják meg az örömet, és akkor könnyebb lesz aznap is, meg a holnap is. Viszontlátásra. A lehető legjobbat, és nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Power Lilla.